Sziasztok! Ígértem nektek, hogy három emberrel tudok csinálni ugye ilyen beszélgetést. Zsoltival már megvolt, ő már beköltözött a házába, Ildikó megvolt, ő már beköltözött a házába, és Danit ígértem még nektek, ő van itt legrégebben, több mint három hónap. Már négy. Négy hónapja él ezekben a kis típusú szumbai házakba, ő több házat is kipróbált, meg lásson el benneteket tanácsa. Én arra kérem Danit is, mint a többieket, hogy csak azt, ami van, tehát nem szépítünk, úgy mutatunk be mindent. Vágatlanul fogom a videót is feltenni pont ezek miatt, úgyhogy... Dani! Na, mióta vagy itt? Négy hónap. És van-e valami olyan dolog, amit úgy érzed, hogy meg kell osztani azokkal az emberekkel, akik ide fognak jönni, vagy ide szeretnének jönni, mondjuk nyaralók? Nyaralók. Hát ugye még az étterem nincsen készen, úgyhogy egyelőre, akik most jönnek, őket a kis konyhából tudjuk úgymond kiszolgálni, de úgy érzem, hogy akik eddig itt voltak velünk, semmilyen hiányérzetük nem volt. Más egyéb, tehát itt kifejezetten még nyaralásra az egész infrastruktúra még azért annyira nincsen felkészítve, de teljesen élhető. Egy kis kalandvágy azért kell hozzá még bőven. Igen, kajálásról akkor beszéljünk még többet. Mondd el nekem, légy szíves, mert ugye ez a te asztalod éppen, hogy milyen kajákat, mondjuk ma reggelre volt tojásrántotta. Tojásrántotta, igen, egy omlett igazából, meg jégsaláta, úgyhogy ez egy ilyen kis kérdőjel volt. Dinnye mangó, az szinte mindig van, mangó az most lett szezon. Milyen az itteni mangó? Zseniális, tehát ugye az egzotikus gyümölcs ez itt van itthon, úgyhogy itt jön ki az az íz, ami otthon hiányzik belőle. Mit szoktunk sokat tenni? Sok rákot ettünk mostanában, rákot, ugye? Rákot, a szomszéd rendszeresen hozza a garnélát. A kertbe fogja a rákot. Igen, annál meg nincsen szebb, amikor a tengeri herkentjük úgymond reggel még úszkáltak, és délután már délben már az asztalon vannak. Hát ugye mi ezt nem is szeretjük, és ettől függetlenül nagyon-nagyon bírjuk. Van-e valami emberekkel kapcsolatban, szumbai emberekkel kapcsolatban, akiket ismersz? Volt-e valami amit mindenképpen meg szeretnél jelezni, konfrontálódás, milyenek, hogy fogadtak benneteket, hogyan viszonyulnak hozzánk, barátságosak, nem barátságosak? Nagyon aranyosak, viszont ugye, és ez nem a aranyosságra van a viszont, együtt dolgozni velük nem egyszerű, mert úgymond ilyen picit ilyen gyermeteg lelkűek, úgyhogy mindent, a utolsó kis apróságot is el kell nekik mondani. Ez melós, viszont fejlődnek, tehát ugye nem kész embereket kaptunk meg úgymond ugye munkára, nem csak hogy a szakmát kell megtanítani nekik, hanem a mentalitást is, mint a koncepciója. Igen, tehát most pont a mai nap folyamán tanítottam ablakot takarítani egy olyan nőt, aki máskülönben tök szépen takarít, a Mamarista, és... nem is csodálkozom, hogy nem tud, hiszen nekik otthon egy darab ablakuk nincs. És ugye ez az egyik, a másik, meg ugye azért itt, hogyha készen van a resort, legalaphangon egy 30 fős személyzetet fogunk úgymond összehangolni, mozgatni. Jelenleg ugye csináltam egy napi, vagy heti beosztást nekik, a munkaköri leírásokat szépen irogatjuk le, egyértelműsítjük, illetve az, hogy mikor jönnek, mikor mennek, ez nekik még egy teljesen idegen fogalom, hogy az a 8 óra munkaidő, az munkaidő, és akkor ugye számítunk rájuk, hogy itt vannak, azt csinálják, amire megkértük őket, nem hirtelen lelépnek, és sorry főnök, hát... Szokott ilyen lenni, igen? Rendszeresen van ilyen. Igen. Éppen sminket csinálnak a barátnőmnek, úgyhogy nem tudok menni dolgozni. Hát igazából pont itt most elcsíptem őket, hogy egy fotózgatnak, és meg voltak sértődve, amit mondtam, hogy figyelj, ez nem arról van szó, azért délre legyen ott a kaja, vagy ha nem lesz ott a kaja, akkor... Mit szólsz ehhez a teljesítményhez, ami történt egy év alatt, vagy másfél év alatt mondjuk? Ez méletlen. Tehát én ezt így, hogy már itt élek, el nem tudom képzelni, hogy csináltátok meg. De mikor otthon voltál, kételkedés az volt, gondolom, benned is valamennyi. Mondjuk te ismertél. Én ismertelek téged, úgyhogy a kételkedés az nem volt, csak az egész projektnek a dimenzióit ugye a kijelzőn keresztül nem fogta fel az ember, hogy oké, rendben, itt építesz 30 házat, vagy 40-et, Isten tudja, hogy mennyit. És akkor megérkezel, körülnézel, és... Basszus, ezt otthon szakképzett munkaerővel, a világ összes banki segítségével se hoznák össze az emberek.
ti meg gyakorlatilag itt a mocsár kellős közepén, ott egy medence, ott egy étterem, van víz mindenkinek, van áram mindenhol, le lehet menni a partra, és mindez ebbe a minőségbe került ide, úgyhogy... Beszélgessünk egy kicsit a minőségről. Hogy látod ezeknek a, ugye kis típusú szumbai házakról beszélünk, amik teljesen, mondjuk azt, hogy készen vannak, ebből még most kezdjük el átadni őket. Mit gondolsz ezeknek a házaknak először is a minőségéről? Maga a minőség, hogyha szumbai házként tekintesz rá, zseniális. Én nagyon szeretek bennük élni, hogy végig laktam többet is. A Szivárványosban is volt, ami ugye a kísérleti ház volt. Nagyon látni a házról házra, hogy mennyit fejlődött ugye maga az elképzelés koncepció. Trópusokon vagyunk, tehát fából készült, természetes alapanyagokból készült épületről beszélünk. Igen, ez azért fontos volt, hogy egy ekoresortot, egy jogacentrumot kezdtünk el építeni, és itt nagyon-nagyon fontos volt az, hogy megőrizzük minél közelebb a természethez. Pont a múltkor beszélgettünk, hogy talán egy kicsit már ez túl is lőttünk a célon, mert mármint kicsit modernebb, mint ahogy szerettük volna. Bizonyos pontokban lehet, hogy egy kicsit sterilebb lett. Elegánsabb lett talán, tehát ez egy picit, amit éppen mutatok, picit elegánsabb lett, mint ahogy szerettük volna, vagy terveztük. Ami nem baj. Hát majd kiderül, hogy nem baj, persze. Jó, házaknak a minőségéről szeretném, hogyha objektíven be is mutatunk egy-két dolgot, tehát hogy fából van, ugye természetes fa gerendákat használunk, párhuzamos merőleges, ugye ehhez nagyon nehéz eleve be is állítani. Ugye nekem a szemem, meg nekem a stílusom, életvitelem, habitusom, az tökéletesen belepasztol egy ilyen házba, de simán el tudom képzelni, hogy bizonyos embereknek ugye a gyakran említett derékszög, ami nem véletlenül gyakran említett derékszög, az lehet, hogy hiányzik, lehet, hogy... De az annak jó lenne, ha én örülnék, hogyha neki nem mi lennénk a cél. Igen, tehát pont az, hogy azért egy réteg közönség. Én szeretném, ezekkel a videókkal többek között az a célom, hogy senki ne vásároljon olyat, senki ne is jöjjön még akár nyaralni se olyan helyre, ami neki nem tetszik. Tehát ez nem egy Dubai stílus, vagy nem egy, mit tudom én... De a minőségre visszatérve, szerintem az egész szigeten nem találni még a $1000 per éjszakás resortokba se ezt a minőséget. Tehát, hát ugye most néztünk egyet, csak sajnos a telefonom közben összetört, és voltunk egy másiknál, ahol másfélszer ennyibe kerülnek azok a házak. Az nem adnám az arcomat igazából, még hogy ott dolgozok se körülbelül. Igen, és az másfélszer ennyibe kerül éjszakánként. Ezek a házak, most ezek a kis típusú házakat éjszakánként lehet bérenni 25.000 forintért, ugye? Mutass meg nekünk, légy szíves, egy házat, úgy menjünk be egy ilyenbe. Ja, igen, ez a legutoljára berendezett történet. Ugye az asztal, a zseniális asztal, amiből 4 készült, de nincsen 2 egyforma. Viszont mindegyik szép, mindegyik jó teszi a dolgát. Na például ezzel az a probléma, hogy ez ugyanaz az asztalos készítette, mint a többit, de például ezt a széket nem lehet oda betolni, ez szűkebb lett, mert szűkebb lett körülbelül szerintem 1 centivel. De az előtte készült, meg az utána készült, az meg nem. Igen, ami előtte készült, meg ami utána készült, azzal semmi baj nincs. Ugye van ez a szumbai... Ez nagyon domináns dizájn eleme az épületnek. Ehhez éjszaka külön megvilágítás van, ott fel is van kapcsolva most, ezt lehet látni ott. 4 darab lámpával van megvilágítva, ami ebben a kupolában, szerintem az nagyon-nagyon szép, mikor éjszaka megvan. Ilyen jellegű lámpákat használunk, mint mondjuk ami ott van. Ugye? Lehet látni. Hogyha lábát szeretném mutatni. Aha, itt van egy ilyen lámpa, ami... Tehát ilyen lámpákat, amit lehet állítani, ez nem egy nagy összeg igazából árban. Van ebbe egy, ez még nincs is teljesen készen, van egy hűtő benne, ugye itt már van víz, meleg víz, hideg víz, itt vannak ilyen lámpák felsorakoztatva, csak ilyen berakva, éjjeli lámpák, képek a falon, vízadagoló, légkondi, és kapcsoljuk a lámpákat, ugye most már. Ugye vannak a teraszvilágítások, van a légkondi, na erről beszéltünk, hogy itt még ilyen apró, mert lebasztam őket, hogy össze ne basszák a légkondit, hát ez így sikerült, hogy
Hogy, de majd visszajövünk egy esetleg. De a klíma rendben van. Tehát... De a klíma az működik, igen, vízadagoló. Sőt, nagyon jók ezek a klímák, tehát ezek nagyon, igen. Se felszűtenek. Igen, fürdőszoba, van még egy fürdőszoba, ugye? Több mint elég. WC abszolút top minőség, tehát az... Ugye, ilyen... Beépített bidével van, megyünk a hegyre, ez a varázsceruza 2, ez meg a nőknek a boldog vagyok állapot. Na, American Standard, tehát egy minőségi WC-t próbáltunk meg, kézmosó, víz, ugye, pára elszívó. Innen hiányzik még egy tükör, ugye az most készül ide, az ott teljesen egy tükör lesz. Mi az, amit még megmutassunk? Tehát mondjuk itt van a fa és a gipszkarton így van összehozva. Ugye ezzel egymással. A textúrás stílussal voltak aggályai az embereknek. Igen. Abszolút belepasszol az összképbe. Szerintem nagyon kis, nekem nagyon tetszik. Kis szép. Na hát ugye itt vannak, például ezt fel lehet róni mondjuk hibának, hogy itt megfestették egy picit a... De ez pont a mi házunk, úgy engem abszolút nem zavar. Padló. Hát a padló az egy érdekesség, mert ezt hiába csináljuk meg úgy, hogy hiába van a rés megcsinálva. Egy pár hónap után ugyanígy megnyílik, főleg azok a helyeken. Nézd meg, figyeld a légkondinál. A légkondinál. Ahol légkondi van, azt tudni kell, hogy a légkondi alatt, amit a légkondi biztosan lehet látni is, ott akármit csinálunk vele, ott szétnyílik. A légkondi, ahol nem dolgozik, nézzétek meg, hogy mennyivel... Igen, fúj rá, hideget, szükül, meg tágul, meg minden. Van benne még egy állólámpa berakva. Ezek azok az igényes, számunkra is nagyon-nagyon elfogadható faragott ágyak, amik, hát ez egy 350 kiló, ugye, primitív stílusban van megfaragva, ezen éppen egy bácsi van rajta. Éjjeli és hát az sem utolsó, hogy ezzel a művésszel már a Balicraft óta, mióta megvan 10 éve, Zoli együtt dolgozunk együtt. Így van, na mennyi. A kilátás azért nem olyan rossz innen, én úgy gondolom. Tehát ezt megmutatom. Ugye ez itt a bár, az ott az edzőterem, az ott már privát villa van. Úszómedence, étterem. És ott itt lehet majd bejönni. Ott is be lehet, de az már csak ilyen VIP is lesz. Security, biztonsági őrbódé, utána ott a recepció, az most nem látszik, és van egy darab ház. Na, jó, nyaralóként milyen jó tanácsokat tudsz adni? Mi az, amit ne hagyjon otthon például? Tehát mondjuk el akar ide jönni. Konnektorok azok olyanok, mint Magyarországon. Igazából. Pár újatlan, meg egy rövid nadrág, aztán kb. Meg is volt minden. Hát a Zsolt is körülbelül hozott két pólót, két rövid nadrágot, aztán ennyi volt. Nem feltétlenül hiányzott semmi se. Boltok állapota, van-e valami olyan, amit nem lehet beszerezni, de annyira szükség lenne rá, hogy otthonról kell hozni? Kolbász Tururudi kivételével nem nagyon tudok olyat. Eleve abból főzök, ami van, kategóriájú vagyok, úgyhogy legkésőbb Aranykapuba a legtöbb dolgot be lehetett szerezni, tényleg. Vagy ha nagyon speciális igények, speciális diéták vannak, szerintem még arra is megtalálni a megoldást. Közlekedés? Alig van forgalom, minimális. Ami mondjuk stresszen nagyon szűkök az utak, és legfőképpen éjszaka, este, szürkületkor, akkor szörnyű vezetni, de úgy kell intézni, hogy akkor már itthon legyen az ember. Tengerpart? Nagyon szeretem. Tehát, hőmérséklet? Tökéletes. Vízhőmérséklet mennyi szokott lenni általában? Nem tudok. 28-32 fok között változik. A tengerben igazából kb. Simán besétálok én is, mert pedig én nem vagyok egy vízi ember. Na, mi van még, ami érdekelheti az embereket? Hát időjárás, ugye meleg tekintetében ilyenkor, tehát most ilyen dél 1 óra magassága van azért. Várjál, most szeptember van, ugye? Szeptember. Ilyenkor azért 3-ig nem nagyon szoktunk túl produktívak lenni. De hát akit nyaralni annak, annak nem is kell, tehát ez... Igen. Szigettel kapcsolatban látványosságok? Voltam már pár helyen veletek, ami a szigetnek tényleg egy nagyon szép kisugárzása van, hogy valahogyan folyamatosan otthonosan érzed magad, annak ellenére, hogy egy
egy ennyire távoli vidékre vagyunk otthonról. Nagyon szép a természete. Inkább a látványosságnak a megközelíthetősége az, ami, így izgalmas, igen. És nem csak a látványosság, hanem gyakorlatilag bárminek a megközelítése, mert oké, hogy mi itt vagyunk a főúton, de a negyed órára lévő idézőjeles konkurens hotel, meg csak negyed óra a főúttól a levezető útszakasz, amihez meg jeep kell. Tehát esős évszakban meg még a jeep is néha. Igen, igen. Néha. Tehát zseniálisan jó helyen vagyunk, mint közlekedés szempontjából, fél óra a reptér. Meg ugye Vajngapúd fél órára van, 3-4 órára max mindenfajta féle bolt. Nincsen. Tehát helyen. Akkor szeretsz itt lenni tulajdonképpen? Abszolút, teljesen élhető a sziget, én nagyon jól érzem magam. Ez ugye fejben dől el, tehát egy szigetről beszélgetünk, azzal teszed a környezeted, ami te is vagy. Csak egy jó csaj hiányzik? Hát esetleg egy nem szumba néz, az is segítene. Tehát a kedves lányok, Dani csajt keres. Gyertek, mert itt van Dani. Na, szerintem, ha bármi kérdésetek van, amit elfelejtettem felrakni, és érdekel még benneteket, akkor írjátok meg. Bármik itt lakótól megkérdezhetitek, és akkor fog rá válaszolni. Nekem az a célom, hogy minél teljesebb képet tudjak nyújtani, ugyanis ez ilyen. Nem akarunk senkinek se csalódást okozni. Azok jöjjenek ide, akinek pont erre van szüksége. Ezzel azért azt is szeretném még mondani, hogy nekünk visszatérő vendégeink vannak. Tehát akik itt voltak, addig ez mindenki. Vagy már visszajött, vagy vissza szeretne jönni. Tehát most például több hónapra jönnek vissza, sőt van, aki ki is költözik, olyan, aki már volt itt. A Zsolti ma többször is mondta, hogy ő legszívesebben már haza sem menne innen. Egy kis apróság még, ami így eszembe jutott. Előtt kijöttem meg, ahogy a beszélgetéseket hallom itt az emberekkel. Tehát nagyon sokan még nem is jártatok se Ázsiába, se itt, ugye? Tehát egy álmot vásároltatok meg. Nagyon sokan biztos kialakítottak magukban egy rózsaszín ködöt a fejükbe, hogy ez milyen csodálatos. Ez nagyon csodálatos, nagyon szép hely, viszont helyén kell kezelni azt az álmot, és azt látni, ami itt van. Tehát gyönyörű tengerpartunk van, gyönyörű házak vannak, gyönyörű életvitelt lehet itt véghez vinni, de nem biztos, hogy mindenki pont úgy álmodja meg, ahogy van. Tehát amikor megérkezik erre a szigetre, akkor azt a hátizsákot érdemes lejteni, ami a fejben van, mind a stresszel, mind az elvárásokkal, mind az elképzelésekkel, nekiállni a pillanatnak élni itt, azonnal be fog benneteket szívni, és legalábbis, hogyha olyasmilyen úgy vagytok bekábelezve, mint én, akkor egyértelműen elragad. Na, röviden akkor így egy... még egy dolog. Szerkezetkész, kulcsakész. Ez megint embere válogatja. Zsoltit nem tudnám elképzelni, hogy egy kulcsakész házat vegyen, mert benne van a bugi, és neki kell ez a kis idézőjeles szopás. Nekem is kellene, tehát én ezt biztos, hogy marhára élvezném. Amíg berendezi a házát, megismerkedik helyiekkel, megismerkedik a szigettel, amikor felfúrja a saját képét, akkor fölakasztottad, és utána onnantól kezdve arra fogsz ránézni, és ez a tied. Viszont azért ez tegyük hozzá, hogy az időigényes. Ez időigényes. Tehát, hogyha... És nem is maga a berendezés, hanem amíg megrendeled, amíg ide jön, megjött, azt rendelte, olyan színbe jött, olyan faragás van ebben. És Zsoltinak sikerült az elvárásait azt a hátizsákba letenni, és körülbelül tisztában volt azzal, hogy mégiscsak milyen ritmusban működnek itt a dolgok. Zsolti alapvetően jól látta ezt a dolgot. Igen. Tehát én úgy veszem észre, hogy élvezi, hogy itt van. Nagyon... Tehát ha szólok neki, hogy na Zsolti, mi a programod, ez, na gyere, akkor most más lesz a program, tud változtatni, tehát nem... Viszont, hogyha bárki, aki otthon a határidők miatt úgymond vigyázba áll, és nem tudja így elengedni, és nem annyira rugalmas, akkor lehetséges, hogy ez a kaland neki nem kaland, hanem inkább agyrémés. Nem túra, hanem tortúra, jó? Igen, igen, pontosan. Ez szerintem teljesen személye válogatja. Azért azt is tudni kell, hogy amikor kijöttök ide, akkor lesznek költségeitek, mondjuk egy saját házzal. Mire gondolok plusz költségekre? Először is az, hogy bármit megvettél,
az valahova meg kell, hogy érkezzen. Valószínűleg Vaingapuba fog megérkezni. Vaingapuból ide kell varázsolni, tehát eleve fogtok bérelni autót, fogtok bérelni teherautót, mindenfélét, azt ide kell szállítani. Ez attól függ, hogy hány alkalom van. Ne felejtsétek el azt, hogyha megérkeztetek, és nem kulcsakész házatok van, akkor nem tudtok hol aludni. Tehát van egy üres házatok lenne, ami van benne egy légkondi, de azért nem lenne rossz, hogyha mit tudom én, lenne benne zuhany, nem lenne rossz, hogyha le tudnád zuhanyozni, nem lenne rossz azt, ha WC-t tudnád használni. Hogyha ezeket te magadnak szeretnéd megoldani, ugye akkor ott abban az a probléma, hogy addig laknod kell valahol. Mi természetesen kedvezménnyel tudunk adni házakat azoknak a tulajdonosoknak, akik nálunk vásároltak, tehát ki tudtok addig bérelni egy másik házat. Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy ez egy nap, két nap, öt nap, tíz nap. Én azt mondom, hogyha ha te kulcsakészre kérted, akkor szerintem egy három nap múlva költözhető kb., mert csak a saját ízlésvilágodnak kell rendbe rakni. Viszont a szerkezetkészre, akkor Zsolti közel három hónapot várt, hogy megérkezzen az ágy. Most éppen polcra vár, de most már van zuhanyzója, az úgy készült el, hogy mielőtt kijött, saját felelősségére megcsináltatott egy zuhanyzót. Tehát már sokat szervezkedődött. Tehát ő Magyarországról hónapokkal előtt elkezdett szervezkedni, hónapokkal ezelőtt elkezdte az egészet összerakni, amit nagyon jól csinált, mert mire kijött, már a fürdőszobája nem volt olyan, amilyennek szerette volna, de már nem előről kellett kezdeni a projektet, hanem csak úgy az apró simítások, szilloplasztot kicserélni, áthelyezni az egyik mosdót a másik sarokba, megcsinálni, de ezen ő spórolt szerintem, mi meg nem kockáztatni, hogy legalább két-három hetet. Na most, hogyha te úgy jössz ide, hogy nincs helyismereted, nincs nyelvismereted, nem tudsz se indonézi, se angolul, még az angolul sokat nem is érsz, tehát hogyha nem tudsz indonézul, akkor itt elmész az, én szívesen adok neked asztalos címeket, én adok oda, hogy nekünk ki gyártotta meg ilyenek, de itt tudni kell, ha valamit azt mondanak, hogy egy hét alatt kész van, az közel sem biztos, hogy egy hónap alatt is készen lesz. Bármilyen ünnepség, bármi közbe jöhet, és ez miatt te húzott halasztod. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy egy ilyen házért még a kedvezménnyel is adom oda 20 000 forintot fizet, azért ne felejtsük el, hogy 10 nap múlva már kifizetél 200 000 forintot, és még a házad közel sem biztos, hogy készen van. Kulcsakész állapotban viszont nagyon valószínű, hogy így adom neked a kulcsot, és költözhetsz be a kis házikodba. Én ugye a házaidban laktam, amik kulcsakészen voltak. Persze ott is, mivel egy fa épületről beszélgetünk, ami él és mozog, előfordult az, hogy itt folyt egy picit a víz, de utána szóltunk a melósnak, és meg lett csinálva, utána másnap megint meg kellett. Egy két napot, amíg beállt a ház, és megtaláltunk minden kis apró hibát, tehát azt nem bárhatja el senki, hogy az összes ház az életvitelszerűen végig legyen tesztelve. Ennyik voltak az elején, de ez egy pár napos művelet volt, és utána... Jó. Mennyivel vagy elégedett az eddigi döntésed, de hogy itt vagy? Teljes mértékben. El tudnád-e képzelni, hogy máshol legyél? Hirtelen? Az a baj, hogy hirtelen máshol, nem tudom. Nem, ez már itt túl jó. Pedig te Ausztriában dolgoztál menőhelyeken. Hát, de ott más... Szép helyeken éltem itt azért az életvitelünk, amit folytatunk, az annak ellenére, érdekes módon, mert produktívak vagyunk, folyamatosan izgalmas dolgokat csinálunk, mind a kirándulás, mind a munka. Teljesen más képpen éli meg az embernek a szervezete, még magát a fáradtságot is itt. Izgalmas nagyon. Meg más volt a víz halmazállapota. Itt ilyen. Igen, ott itt folyik. Jobban fájt a segges, igen. Ott meg hullik. Tizen pár fogok voltak. Hát én jó világból jöttem, szerencsére mindenütt szép életkörülmények vettek körül. Itt ez teljesen más, mint eddig bárhol voltam, viszont összehasonlítottanul jobb, én legalábbis úgy érzem. Oké, tehát akkor minden fasz a feszes. Duplán.